Szia! Nagyon örülök, hogy végre találkozok veled. Van egy eléggé fontos dolog, amiről szeretnék veled beszélni. Aha. Ki ez az ember? Mit csináljak, amikor egy ember megszólít az utcán, és fogalmam sincs, hogy ki ő? Jelzd el, hogy telefonon keresnek, és nem érsz rá. Na csak az, hogy van egy álláskajára. Bocs, csörög a telefonom. Jutka a szomszéd lánya, fel kell vennem. De én vagyok Jutka. Megfeledkeztél róla? Tudod egyáltalán ki vagyok? Mondd el, hogy mennyi dolgod van, és így lépj le. Bocs, nekem most nem jó, mert be kell ugranom még a boltba. Nekem is kell mennem boltba. Meg utána még el kell mennem a cukrászdába. Nekem is kell mennem a cukrászdába. De akkor nem kell jönnöd, mert nagyon sok dolgom van, még leugrok a Balatonra, aztán Balatonra elmegyek a cipészhez, a mosodába, aztán meg onnan leugrok Győrbe, és onnan megyek Németországba, szóval nagyon sok dolgom van. Érdekes, pont ugyanezek kellene nekem is. Gyere, menjünk együtt! Tánj be valaki magad helyet is, menj el. Na, az az állás ajánlatom lenne nekem, hogy volt. Jaj, de édes az a kutya! Hol van, Ilebra? Szia! Ismerik egymást? Persze. Kérd meg, udvariasan, hogy mutatkozzon be. Bocsi, amúgy pontosan mi a neved? Lili, nem ismersz, meg én vagyok az Jutka. Ki az a Lili? Én Márta vagyok. Jaj, bocsánat, összekevertelek valakivel.